Tisztelt hölgyeim és uraim! Jó estét kívánunk, és boldog új évet mindnyájuknak! Ma este 60 város önkormányzata és a 60-i szimfonikus zenekar szervezésében immár 6. alkalommal kerül megrendezésre a nagyszabású újévi koncert. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket, és igazán örülünk annak, hogy ismét zsúfolásig telve a Nagy Endre rendezvényterem. Jó estét kívánok, kedves közönségünk, és külön öröm számunkra az, hogy egyre több ismerős arccal találkozunk. Tehát ez azt jelenti, hogy egyre többen járnak vissza ide a 60-i szimfonikus zenekar újévi koncertjére. És hát nem is csoda, mert azt gondolom, hogy ezzel a koncerten mindig igazán vidáman és jókedvűen indul az év. És azt gondolom, hogy ezt a mai előadáson is élvezhetjük majd. Az új alakult 60-i szimfonikus zenekar 2001 óta Kiss Zoltán karmester irányításával dolgozik. Koncertjeik legfőbb támogatója a 60 város önkormányzata, amelyért köszönetét fejezi ki a karmester úr. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem a mai rendezvényen Horváth Richárd urat, 60 város polgármesterét. Továbbá külön tisztelettel köszöntöm Lestján Balázs és Színyei András alpolgármester urakat, valamint a képviselőtestület megjelent tagjait, illetve a környező települések önkormányzatainak vezetőit. Most pedig felkérem Horváth Richárd polgármester urat, hogy ossza meg velünk újévi gondolatait. Hölgyeim és uraim, kedves vendégek! Ismét eltelt egy esztendő. Nem tudom, hogy önök hogyan és miképpen élték meg ezt az elmúlt egy esztendőt. Ha nekem össze kellene foglalnom egy szóban, azt kellene mondanom, hogy izgalmas volt. Izgalmas volt, mert számos olyan dolgot tanultunk élesben, amelyet más még gyakorlaton sem nagyon. De pontosan ezért optimistán tekintek a jövőbe. Optimistán, mert összekovácsolódtunk, egységesek lettünk, és a bátorságunk, kitartásunk most már szép lassan meghozza a gyümölcsét. Tudom, könnyű ezt hallani, de ott, akik a sorokban ülnek, és mindannyian, minden nap keményen megharcolunk azért, hogy vasárnap ebéd legyen az asztalom. Van, aki még a bankokkal harcol, van, aki a munkahelyért harcol, van, aki az egészségért harcol. De mindeközben, miközben harcainkat vívjuk, én úgy gondolom, hogy erőt meríthetünk a közösségből. Biztosan mindannyian ismernek olyan valakit, aki már többször elkezdte az életét. Többször újra és újra. Biztosan ismernek olyanokat, akik már többször megküzdöttek a betegséggel. Többször. Újra és újra. Hát ők erőt tudnak nekünk adni, és belőlük erőt tudunk meríteni. A közösségből. És hogyha végig gondoljuk, akkor mindannyian szeretünk valakit, és mindannyiunkat szeret valaki. Hát ezen gondolatokkal kívánok én a következő esztendőre önöknek erőt, hitet, bátorságot és kitartást. Kívánom, hogy a célkitűzésekből, az álmokból legyenek emlékek. És ahogyan szoktam volt mondani, valamennyiüknek, minden 60-nak, és valamennyi magyarnak a jelenlegi határon innen és túl kívánom, hogy egy olyan új éve legyen, hogy az álmai valóra váljanak. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, polgármester úr, újévi jó kívánságait! Ahogy Milán is mondta, nagyon sok kedves ismerős arcot látunk ma itt. De sajnos egy valakinek a huncut bátorító mosolya most hiányzik, mert testben nincs itt, de lélekben fentről velünk együtt ünnepel. Mert tudják, az élet örök. Örül annak, hogy szeretett lánya, Tóth Pál Szilvia művészetével, dalaival boldogságot sugároz a közönségnek. Betegsége idején ő maga kérte Szilvikétől, hogy semmilyen esetben sem foszthatja meg a közönséget ettől az élménytől. Ezért hát ezen az újévi koncerten
úgy, mint az eddigieken. Édesapjának, Tóth Pál Jánosnak is énekel Szilvike. Neki is szólnak a dalok, hiszen ő egy életigendő, jó humorú, szeretetet adó ember volt. Az ő élete is folytatódik lánya sikereiben. Azt üzeni Jancsi bácsi, aki többek között kiváló operatőr és filmrendező is volt. Gyerekek, a film forog tovább, így hát ma egy fergeteges koncert lesz. Jancsi bácsi a 60-i szimfonikusok minden koncertjét az első sorokból figyelte. Bizonyára sokan emlékeznek rá, mindig ott volt előtte a kamerája, és rögzítette is a fellépéseket. Lánya Szilvi és a zenészek talán legnagyobb rajongója volt. A mai estén Tóth Pál János emlékének is adózunk. Kifejezett kérése volt, hogy a zenének továbbra is szólnia kell, és ez így lesz ma is. Kedves közönségünk, kezdődik hát a koncert. Nehéz most ebben a pillanatban vidáman elindítani ezt a programot, de azt gondolom, azzal tisztelekhetünk ma a leginkább, hogyha igazán vidámak leszünk, és jól érezzük magunkat ezen a koncerten. A jó hangulathoz pedig szerintem minden adott lesz ezen az estén. A 60-i szimfonikus zenekar és karmestere Kis Zoltán mindig tartogat valami újat, valami meglepetést így az év elejére. Nos, hát előjáróban annyit elmondhatok, hogy ez egy nagyon rendhagyó újévi koncert lesz. Nem klasszikus keringők, polkák, operák vagy operettek csendülnek fel, hanem filmzenék és musical részletek. Több Oscar-díjas film zenéjét és Oscar-díjas zeneszerzők műveit is hallhatják ma este. Egy kicsit Hollywoodban érezhetjük magunkat, ahol látványos gála keretében adják át az Oscar-díjakat minden év februárjában. Na de milyen filmekről is beszélünk, mint például a Hegedűs a háztetőn, a Titanic, a Love Story, a Doktor Zsivágó, a Volt egyszer egy vadnyugat, és még jó néhány, de az maradjon meglepetés. Szóval egyetlen dolgot biztosan ígérhetünk önöknek, ami a jó hangulathoz kell, arról gondoskodtunk, szóval unatkozni nem fognak. A két részből álló újévi koncerten, mint mindig most is, vendégművészeket hívtunk. Itt lesz ma este velünk Tóth Pál Szilvia operaénekesnő, Kurkó József és Söveggyártó Áron színész énekes művészek. Első alkalommal színesíti a koncert programját Ambrus Beril, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem klasszikus énekszakos növendéke. És a két legifjabb tehetség, Biros Hanna és Bader Roland is fellépnek. Tehát kezdődjék a koncert méghozzá Karl Tejke, német zeneszerző egyik művével, aki több mint 100 katonai indulót írt. Ezek közül legismertebb műve az Alte Kameraden, az Öreg bajtársak. Ezzel az indulóval nyitja meg a 2017-es újévi koncertjét a 60-i szimfonikus zenekar Kis Zoltán vezénye. Thank you.
Jerry Bock Hegedűs a háztetőn című amerikai zenés filmjét 1971-ben mutatták be. Óriási sikert aratott, és 1972-ben Golden Globe-díjat és Oscar-díjat is kapott. A film alapját Sólem Aléhem Tóbiás a Teljes ember című regénye adta. Így hát a musical főszereplője, tevje a szegény teljes ember és asszonya Goldie egy tradicionális világot képviselnek, melyben a férfi szava a döntő. Öt lányuk már a modern 20. századi világot személyisíti meg, melyben az érzelmek előbbre valók a vallási eszméknél. Tevje próbálja kiházasítani lányait, akik ellenszegülnek a szülői akaratnak, és kezükbe veszik a sorsuk irányítását. A musical több mint 4 évtizedes sikerrel jelenik meg a világ színpadain, New Yorkban és Londonban is folyamatosan játsszák. Magyarországon 1973-tól a Fővárosi Operettszínházban Besenyei Ferenc színpadi játéka tette emlékezetessé a musicalt, és különösen népszerű volt előadásában a Ha én gazdag lennék című betétdal. Most ez következik a 60-i szimfonikusok előadásában. Énekel Kurkó József, aki már számtalanszor szórakoztatta a 60-i közönséget. A Gornagy Mária színitanodában tanulta a színészmesterséget. Jelenleg a Turay Ida Színházban, az Új Színházban és a József Attila Színházban is játszik. A színészi munka mellett énekel, táncol, vagy éppen kaszkadőrködik. Édes Istenként, te, aki annyi szegény ember teremtettél, tudhatod, hogy a szegénység nem szégyen, na de nem is dicsőség. Akkor a nagy plusz lenne, hogyha ide pottyantanál nekünk egy kis vagyonkát. Ha én gazdag lennék, igadigadigadigadigadigadigadom, éjjel-nappal digadigadaj, tartana a nagy daj-daj. Temetném a munkát, igadigadigadigadigadigadigadigadom, dolgom, gondom, másokra hagyom, jaj, ha egyszer meggazdagodom. Építnék házat benne, 5 szoba lenne, hozzá egy fürdőkamarát, s fürdőkádba lábamat áztatnám. Nagy széles márvány lépcső, egy, ami felvisz, s még egy lefele is kell, és kell még egy, hogy bábulják csupán. Lenne sok pulyka, csirke, kappan a háznál, kis csibe rántani való, fokhagymásan illat a bódító. És aztán whack, whack, háp, háp, kis limagága, hangjukat elviszi a szél, hogy hirdessék, itt gazdag emberé. Ha én gazdag lennék, diagad, igad, 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 igadom, éjjel-nappal digad, igadaj, te venném a munkát, igadigadigadigadigadigadigadom, dolgom, gondom, másokra hagyom, jaj, ha egyszer meggazdagodom. Látom már tolban, tülben pici feleséget, ó, az a maszkai sík,
fogókurától. A község úri népe hajbókolna mindekem, mind a tanácsomat kérdék, mint egy bölcs Salamonét. Megbocsáss, reptemje, csak egy szót, reptemje, bölcsem vagy a híres csoda rabbinál. Egy kis pénz itt Új évre szebbet nem is kívánhatnánk magunknak, mint amit most itt Kurkó József megfogalmazott. Szerintem is. Folytatódjék a koncert. A következő zeneszerzőt és művét úgy vélem mindenki ismeri, hiszen világhírű. 69 éves, máig élő angol zeneszerző. 3 éves korától hegedülni tanult, 5 éves korától elkezdett zongorázni. Nos hát képzeljék, ez a csoda gyerek lett a 20. század egyik legnépszerűbb zeneszerzője, aki 16 musicalt írt és több filmzenét is. Ráadásul rengeteg díjjal büszkélkedhet. 3-szoros Grammy-díjas, Golden Globe-díjas és Oscar-díjas zeneszerző. Andrew Lloyd Webber musicaljeiből számos dal önálló világsláger lett. Mint például a Jézus Krisztus Superstárból a Hogy szeressem én mond, vagy az Evitából a Ne sírj értem Argentina, vagy a most következő dal a Memory a macskákból. A dalt Ambrus Beryl énekli, aki első alkalommal lép fel az újévi koncerten. Beryl zenei tanulmányait a 60-i Kocsis Albert zeneiskolában kezdte. Szabó Krisztina operaénekes, énektanárnőtől nagyon-nagyon sokat tanult, ő indította el a pályán. Rendszeresen részt vett Tóth Pál Szilvia énekkurzusain, ahol sokat csiszolódott énekhangja. Beryl jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem klasszikus énekszakán tanul, Kertesi Ingrid tanárnőnél. Akkor hát következzék a Memory a macskákból Ambrus Beryl előadásában.
sekreta vinnek, ha csak emlék az élet, talán szép marad még. Tán a kéké, a holdvilág még ifjúnak lát, úgy, mint egykor réges rég. Kihúnyt lámpát gúnyol az ömlő fényár, ha elkullog az éjjel. Nézd rám, kicsit érincs meg némán, maradj még szelíd emlék, színes hajdani nyár. Ér csak és feléled a boldog idő. Jaj, a hajnal virkad már. Ne szeretne egyszer életében egy hatalmas, luxus óceánjáró hajón utazni? Hát én úgy gondolom, biztosan egy csodás élmény lehet. De mit gondolsz? Így volt ez 1912-ben is? Amikor az az első ijeszthetetlennek hitt Titanic Angliából, Southamptonból elindult New York felé. Tudjuk mindannyian, ennek a hajónak végzetes lett az útja, hiszen jéghegynek ütközött. Hát erre jobb, hogy nem váltottunk jegyet. Ebből is gondolom, hogy a kérdésed költői volt. A hajó útját és tragédiáját egyébként drámaian és meglepően élethűen mutatja be James Cameron filmje, amely óriási siker lett, és azt gondolom, hogy a maga idejében szerintem minden háztartásban megvolt videókazetten, legalábbis ahol a nők kezelik többnyire a távirányítót, ott biztosan. A főszereplői Kate Winslet és Leonardo DiCaprio két különböző társadalmi osztály képviselői, akik a hajón utaznak és egymásba szeretnek. A film lenyűgöző technikai megoldásai mellett az érzelmekre is hat a főhősök szerelmének kibontakozásával, és hát azzal a híres jelenettel, amikor a hajó orrába Leonardo DiCaprio repülni tanítja, vagy mondja, hogy repülnek Kate Winslettel. Képzeld, többek között ezért is nem véletlen, hogy 11 Oscar-díjat kapott. Főcímdala pedig világsláger lett, mely arról szól, hogy a múlt sok mindent rejteget, de a szív, azt tudják, sose felejt. Az igaz szerelmet semmi sem szakíthatja szét, még egy katasztrófa sem. Következzék a dal, My Heart Will Go On, a szívem visz tovább, énekel Tóth Pál Szilvia. Fogadják sok szeretettel. Jó szórakozást kívánunk.
Műfajt váltunk, méghozzá a klasszikus zenéhez érkezünk most el. A himnusz költészet témái igen változatosak, legismertebbek a Mária himnuszok. Ezek közül most az Ave Mariát hallhatjuk Wolf Péter feldolgozásában. Az előadás pedig különleges lesz, hiszen hárman éneklik el. Bíros Hanna, Ambrus Beril és Tóth Pál Szilvia. Bíros Hanna a ma este legifjabb fellépője. A napokban ünnepelte 12. születésnapját, innen is boldog szülinapot. A Kossuth Lajos általános iskola 6. osztályos tanulója. A zene szeretete náluk a családban gyökerezik, hiszen édesanyja is zenél. Itt a zenekarban is játszik, hegedül. Hanna pedig fuvolán tanul, már 3 éve dr. Pálos Oszvaldné tanítványa. Nagyon tehetséges kislány, énekelni is szépen tud, bár ez csupán énekórán tanulja. Tehát kérem, fogadják szeretettel Wolf Péter Ave Mariáját, Bíros Hanna, Ambrus Beril, Tóth Pál Szilvia és természetesen a 60-i szimfonikusok előadásában.
A rövid kitérő után most pedig térjünk vissza a filmzenékhez. A film, amiről beszélünk, Oscar-díjjal, Grammy-díjjal, Golden Globe-díjjal kitüntetett. Boris Pasternak és David Lean Dr. Zsivágó című filmje 1965-ből. Az alkotás az első világháború, illetve az 1917-es oroszországi forradalom idején játszódik. A forrongó orosz világot és Dr. Zsivágó fiatal orvos és költő egész életét átívelő szerelmét mutatja be. A háború életeket, szerelmeket tud szétszakítani. Így történt ez a film főhősével és szerelmével, Larával is. A film zenéjét a háromszoros Oscar-díjas francia zeneszerző Maurice Jarre szerezte. Hallgassuk meg ezt a csodálatos filmzenét a zenekar előadásában.
A My Fair Lady 1964-ben bemutatott többszörös Oscar-díjas amerikai film musical. George Cukor rendezésében, mely George Bernard Shaw Pygmalion című színpadi művéből készült. Képzeljük magunk elé London utcáit a 20. század elején. A filmből megtudhatjuk Elizabeth Doolittle szegény kis virágárus lányból, hogyan farag Henry Higgins nyelvész professzor úri lányt, aki megtanul szépen beszélni, na és az előkelő társaságokban is viselkedni. Számomra ez a film, ez az, amit akárhányszor nézek, mindig szórakoztat. Különösen a dalai fülbemászóak, mint például a, na melyikre is gondolhatnék én, a Csudió. Hány nő énekelni, hogy? Jó Isten fenn a mennyekből, küldj egy férfit a készletből. Már itt a jövőre ki fel szeretnél lépni, úgy érzem. Ki hódító, s nem lódító, az volna Csudió, Csudió. Szóval következik a My Fair Lady. Így van, és a színpadra hívjuk Tóth Pál Szilviát, Sövegjártó Áront és Kurkó Józsefet. Fogadják őket sok szeretettel ismét. Jártam keltem én, hét föld, hét vízén, ami pompás utcát álmomban sem láttam én. Mindez színvirág, ó, hol élsz, hol jársz, az az út, az a tett, az a ház. Bár itt élhetném végig életem, hol a kockás macska kő megkobban léptedem. Mindez drága kő, én velem. Mindez álmodás, mindez álmodás. Ez a szűk kis utca nem más, mint a többi száz.
mégis álom szem, a mert arra jársz, az az út, az a kert, az a ház. Nem kell más, csak egy albérlet, egy kis sufni a lelkére. Benne bombás ágy égó, ó, ez van a csodia. Isten kép még kérés vár, s majd is kell egy csinés tár. Burga, csonga, már kínó, ó, ez van a csodia. Télen szonyozni tudnék löpni csikkés lesz reggel, ding-dong a mennyegző, de szép. Friss tundi mátkám, dús ajka vár rám, hisz úgyis vár a Jónász nép. Ding-dong a bronzharangok zúgnak, friss párna készogóra lép. Ám még ma éjjel, hadd nézzek széjjel, hisz úgyis vár a Jónász nép. A legény búcsú, oly szép szokás, az egész cekket hadd fizesse más. Ding-dong az esküvőm lesz reggel, ding-dong a mennyegző, de szín. Ám még ma járjok, kis cip-cupra várok, és bukkadjon a jó, bukkadjon a jó, de jó ég, bukkadjon a jó nászni. Thank you.
szép az erkölcs, és hogy szép a mátka. Fehér kezébe hadd a spirtus áll, hogy szép a nászágy, házasságra várva. Hopp, de nékem az a szép, hurrá, azt tesz igazán urrá, hogyha nász van, de nincs házasság. Nékem az a szép, nékem az a szép, hogyha nász van, a kurgulád alá. Kis szerencse is kell hozzá! A My Fair Lady csodálatos hangulatot teremtett. Azt hiszem, hogy a csudiót még gyakorolnom kell, úgyhogy még próbálkozok. Márti, én már megszoktam a gondolatot, hogy jövőre egyedül vezetem az újévi koncertet, úgyhogy nem kell mentegetőznöd. Na, de hát menjünk tovább. Vivo per lei, érte érek, ezt jelenti a most következő dal címe. Ha elgondolkozunk azon, hogy miért lehet élni, mi lehet az élet célja, biztosan mindenki mást helyezne előtérben. Lehet a családért, a gyermekekért, a munkáért, a szerelmünkért, és persze a zenéért is. Igen, Andrea Bocelli, aki vak, a zenéért él, és azon keresztül tapasztalja meg a világot. Érzelmeit a zene szárnyán repíti felénk. Ebben a dalában, amit most hallunk majd, zenei hitvallása fejeződik ki, mely így szól. Érte élek, hiszen tudod, mióta először találkoztam vele, nem emlékszem hogyan, de belém hasított és velem maradt. Érte élek, mert rezgésre készteti lelkem, érte élek és nincs terhemre. Ez a zene. Andrea Bocelli szívhez szóló dalát Ambrus Beril és Sövegjártó Áron énekli. Áron soproni születésű színész énekes, a Gornagy Mária színitanodában sajátította el a színjátszás alapjait. Tanulmányai befejeztével a Vidám Színpadhoz szerződött, majd visszatért szülővárosába, a soproni Petőfi Színházba, ahol olyan népszerű darabokban szerepelt, mint a Padlás a és a Muzsika hangjai. Napjainkban a Turaida Színházban játszik. A színpadon tehát Ambrus Beril és Sövegjártó Áron. Nicht die Trost befreien, wäre die Welt ein Irrtum.
szert, Birze zu meine Kathedrale, manchmal erschüttet sie mein Herz, im Pugno kenn und fahr mein Male. Vivo per lei, lo so mi fa, girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo. Manchmal hört sie mich zu Tränen. A következő percekben nápolyi dalt hallhatunk, amely egyébként Nápoly városából eredő és az egész világon népszerűvé vált műdaltípus. Az olasz nyelv nápolyi dialektusán férfiak éneklik. De hogy hogyan alakult ki a műfaj, azt Márti elmondja. Nos, hát ez egy legenda, szóval nem tudom, hogy igaz-e. A legenda szerint Orfeusz Nápoly környékén járt egyszer. Annyira, de annyira elbűvölte az öböl, a tenger, a Vezúv látványa, hogy elaludt a boldogságtól. Ekkor a habokból egy gyönyörű nő alak bukkant fel, Partenope nimfa, aki az alvó Orfeuszba beleszeretett. Nos hát, nászukból született meg a nápolyi dal. És egyébként a nápolyi dal nemzetközi sikerét a Funiculi Funicula című dal hozta meg, melyet a Vezúvig vezető drótkötélpálya megépülésére írt Luigi Denza, és mellesleg a tavalyi újévi koncerten már hallhattuk ezt a dalt a zenekar előadásában. Az idén pedig egy másik nagyon híres dalt választottak, az Ó Sole Miót, Ó az én napom, és aki előadja, Sövegjártó Áron és a zenekar. Come on!
A szünet előtti utolsó műsorszám személyes kedvencem, de talán még sokan csatlakoznak hozzám, ha megtudják a címét. Segítünk kitalálni, játszunk, kulcsszavakat mondunk. Pont rám illő szavakat írtál nekem egyébként. Nem tudtam. Első esküvő. Elárulom neked, hát bonyodalom. De akkor hallgassák meg a másodikat, amit nekem szánt Márti. Több apa jelölt. De egy az biztos, anya csak egy van, szóval egy anya. Görögország, ez azért jobb. Egy kicsit jobb, talán Nászút helyszínének is. Ajánlom Kolakairi szigetét. Na jó, abba együttes. Hát akkor melyik film is lehet ez? Nem nehéz kitalálni, mondjuk együtt. Ez a Mamma Mia! Ez a film a Mamma Mia, ami tényleg személyes kedvencem, nem tudom már hányszor láttam, és még hányszor fogom megnézni, de azt hiszem az abba miatt kedveljük ezt nagyon-nagyon sokan. Na, és pillanatokon belül a film egyik dala hangzik el, méghozzá a Thank You for the Music, és akik előadják, Tóth Pál Szilvia és Ambrus Beril. Azt hiszem, Szilvia, ha a 60-i közönségnek énekel, itthon érezheti magát. Az újévi koncert műsorának nem csak állandó szereplője, hanem a műsor szerkesztésében is aktívan részt vesz segítője Kis Zoltán karmesternek. Szilvi énekművészi tanári diplomáját a Gráci Zeneakadémián szerezte. Tudását, az éneklés felemelő érzését adja át tanítványainak énekkurzusain. Fogadják sok-sok szeretettel Tóth Pál Szilviát és Ambrus Berilt, valamint a zenekart. Jó szórakozást a következő dalhoz! Mamma Mia! In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listen when I start to sing. I'm so grateful and proud, so I want to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without the song that ends one of me? So I say thank you.
Kedves közönségünk, a 60. szimfonikus zenekar újévi koncertje folytatódik az este második részében. Továbbra is világhírű filmek zenéit töltik meg a termet. Pierre Boulle Híd a Kváj folyón című regényéből készült film, és a zenéje is Oscar-díjat kapott. Dél-Kelet-Ázsiában járunk a második világháború idején. A japánok egy stratégiai szempontból fontos hidat építenek az angolokkal. A tábor két részre szakad, egyik része építene, míg a másik rombolna. Az építés-rombolás ellentétéből fakadó lélektani dilemma átjárja a filmet. Na meg a Colonel Boogie induló is. Ez a film egyik legismertebb eleme, egy slágerré vált induló, a katonák kórusban fütyülve menetelnek. A fülbe mászó dalt önkéntelenül dúdolni kezded. Egy kicsit súgok a kedves közönségnek, hiszen én nagyon jól ismerem karmesterünket, aki szereti megmozgatni és szereti bevonni a közönséget. Nem tudom, de lehet, hogy talán most is így tesz. Pillanatokon belül megtudjuk, a színpadon Kis Zoltán és a zenekar.
Andrew Lloyd Webber Macskák című műzikájéből Ambrus Beryl ma már énekelt nekünk. Most a zenekar tolmácsolásában hallgassunk meg egy másik világhírű Webber szerzeményt. A Jézus Krisztus Superstar főcímdala következik.
Az elkezdett jó hangulat folytatódik, és még fokozódik. Így már nagyon várom a következő számot, most, hogy találkoztam a következő dalban szereplő kis művésszel. Azt gondolom, hogy nagyon nagy újítást fog hozni a mai estébe. Én is úgy gondolom, egy nagyon kedves, aranyos kisfiú következik. Mint ahogy már említettük, ma este csak is a legeslegnagyobb és legismertebb filmzenék szólalnak meg. Ha van kedvük, játszunk ismét. Találjuk ki együtt a filmzenét. És én mondom megint az állításokat. Francia krimi 1981-ből főszereplője Jean-Paul Belmondo. A film zenéjét a máig élő 89 éves kétszeres Oscar-díjas, Golden Globe-díjas olasz zeneszerző írta. Bocsánat, ne folytasd tovább. El is fogyott a szöveg. Már sejtjük, ugye, már sejtjük a megoldást. Ennio Morricone és a film A profi. Nos hát, következzen a Profi főcímzenéje, melyet szintetizátoron ad elő Bader Roland, aki a karmester Kis Zoltán tanítványa. Igaz, Roland még csak harmadik éve tanul ezen a hangszeren, de nagyon kiemelkedő tehetségű, számos versenyt nyert már, de erről majd később mesélek. Fogadják sok szeretettel Bader Rolandot. És egy nagy tapsal, biztassuk a fiatal művészt!
a kis nagyon, profi. Nagyon ügyes volt. Így van. Ugye? Nagyon-nagyon ügyes volt, és még csak harmadik osztályos, úgyhogy nagy-nagy karrier előtt áll. Beszélgettem vele itt a színfalak mögött, és azt mondja, hogy a családjukban nagyon-nagyon szeretik a zenét, az édesapja is zenél, együtt is szoktak, szóval próbálkozik, és zenei pályán szeretne majd egyszer boldogulni. Igen, és hát, hogy a Márti beszélgetett fel, azért Roliról elmondhatjuk, hogy ő elsősorban inkább a zenével fejezi ki magát, tehát nehéz volt belőle kicsalni egy-egy információt, de egyébként rendkívül aranyos és nagyon tehetséges fiatalember, ezt most tapasztalhattuk mi is. Az imént pedig egy francia krimi főcímzenét hallottuk, most pedig folytassuk akkor ebben a stílusban. Még keményebb filmre váltunk, amely a gengszterfilmek legnagyobbika. Világhírű színészek és rendező munkája minden idők egyik legnagyobb szabású maffia filmje a Keresztapa. Így van. A történet bemutatja azokat az embereket és azt a gépezetet, ami az olasz maffiában gyökerezik. Figyelemmel követhetjük a kegyetlen, gyilkos módszereket, amivel a Corleone család feje dolgozik. Tanúi lehetünk a hihetetlen összetartozásnak, ami ezt a világot jellemzi. A Keresztapa című film 1972-ben került a mozikba Marlon Brando főszereplésével. A film zenéjét a kiváló olasz zeneszerző Nino Rota komponálta, melyet a zenekar előadásában hallhatunk. Fogadják sok szeretettel a 60-i szimfonikusokat.
Mert szerintem előjáróban annyit azért elmondhatunk, hogy Rory jön ismét. Igen. És most azért bizonyítja, hogy nem csak a gangster műfajban áll ki bátran. Váltunk, hagyjuk a gangster és krimi filmek világát, váltsunk a romantikus filmekre. Azok közül is a legmeghatóbb történetet dolgozza fel a Love Story. Oliver a gazdag családból származó egyetemista saját életét szeretné élni, szülői segítség nélkül. Mindezt tetézi, hogy beleszeret a szegény családból származó Jennybe. A társadalmi különbség és a szülői ellenkezés dacára összekötik életüket. Együtt élnek, boldogságok pedig felhőtlen, mindaddig még ki nem derül, hogy Jenny súlyos beteg. A szerelmi történet szálai szövődnek, és mélyen meghatóak, csak úgy, mint a film zenéje, mely Francis Lai szerzeménye, és 1971-ben Oscar-díjat és Golden Globe-díjat is kapott érte. Nos, a koncert a Love Story filmzenéjével folytatódik. Szintetizátoron ismét Bader Roland játszik nekünk, akinek sikereiről még nem esett szó, de ígértem, úgyhogy most itt az ideje. 2015-ben a regionális keyboard és szintetizátor versenyen harmadik helyezést ért el. 2016-ban pedig ugyanezen a versenyen második lett. Egy másik megyei szintű versenyre is jelentkezett, a Reményi Ede emlékversenyre, ahol első lett. Látják, megyei regionális versenyeken ez a pici gyerek már dobogós helyezéseket ért el. Szívből gratulálunk neki is, és felkészítő tanárának, Kis Zoltánnak is. Akkor következzék a Love Story, és azt is elárulom önöknek, hogy ma este a Duna TV-n 23 órakor a filmet is megnézhetik. Na tessék, műsorajánló is volt. Kedves közönségünk, Bader Roland következik megint. Tényleg így van, komolyan. Thank you.
Ma este már hallottuk az olasz zeneszerző Ennio Morricone egyik szerzeményét, most ismét tőle játszik a zenekar, mégpedig a feledhetetlen Volt egyszer egy vadnyugat című Western film zenéjét. Dőljenek kényelmesen hátra, képzeljék el Amerika hegyes sziklás vidékét, és megszólal a pánsíp sejtelmes hangja. A rendezvénytermet pedig megtölti Tóth Pál Szilvia csodálatos koloratúr szoprán hangja. Kérem, fogadják nagy tapssal Szilviát és a zenekart.
És ha ma este már a világhírű filmeknél tartunk, akkor azt gondolom, hogy a Rocky sem maradhat ki a sorból. Ez a film ugyanis 1976-ban hatalmas mozisiker volt. És mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a Rocky filmet még öt részes folytatás követte, valamint a főszereplő Sylvester Stallone színészi játéka is garancia volt a világsikerre. És ugye azt már mondani sem kell, de ez a film is háromszoros Oscar-díjas. A film zenéjét Bill Conti szerezte, amelyet most a 60-i szimfonikusok előadásában hallgathatnak meg.
Hát igen, ismét legendás dallamokat hallgattunk. Hát azt gondolom, hogy a mai este folyamán már nagyon sokat emlegettük az Oscar-díjat, és rengeteget beszéltünk az Oscarról. És sok dolog világos ezzel a díjjal kapcsolatban, például az Egyesült Államok és talán a világ legrangosabb filmművészeti díja is, hogy minden évben rendeznek egy fantasztikusan látványos gálát, ahol díjazzák a legjobb alkotásokat, rendezőket, színészeket. De több dolog még nem világos az Oscar-díjjal kapcsolatban szerintem mindenkinek. Tudjuk-e, hogy miért lett Oscar a neve, és mi a hivatalos neve? Nos, hát a hivatalos neve Academy Award, akadémiai díj. A 3,8 kg tömegű és 34 cm magasságú, 24 karátos arannyal bevont szobor neve 1931-ben született meg. És egy újabb anekdota, amely szerint a Filmakadémia könyvtárosa egyszer közelebbről megvizsgálta ezt a szobrot, nézegette, egyszer csak így kiáltott fel. Ó, ez annyira hasonlít a nagybácsikámra, Oscarra. Hát így lett a neve Oscar. Na tessék, időre a világ sorsa, ugye, mint az Oscar díj. Egyszerű dolgokon. Na, most már ezt is tudjuk, meg azt is, hogy a következő műsorszám szintén egy Oscar díjas alkotás. Ez a Hello Dolly című filmmusical. A Turaida Színházban ezt már nagy sikerrel játsszák, melyben vendégművészeink is szerepelnek, tehát hallgassunk meg egy részletet, melyben Cornelius és Barnaby szerencsét próbálnak New Yorkban. Fogadják sok szeretettel Barnaby szerepében Kurkó Józsefet, míg Cornelius szerepében Sövegjártó Áront, akinek 15 éves pályafutását összefoglaló könyve és a könyvhöz tartozó CD is most februárban fog megjelenni. Ajánljuk figyelmükbe, és a következő darabot is. Jó szórakozást kívánunk! Na. Mehetünk is. Köszönjük. Gyerünk, ma elindul végre a szerelem kísérlete. Megyünk, egy végzetes, veszélyes csapdába megyünk bele. Hogy mi vár ránk, egyre megy mától. A lényeg annyi marad csak, hogy nem vagy fából. Elérül minden a múlból, és elfelejtett kivoltál. Majd rájössz, hogy ami elmúlt, az nem már csak egy homoklán. És amit nem tudsz, azon csak egy nő látát. Hát hallgass rám, és mormolj el egy halki már. Hagyd el a régi álmot végleg, mert szabad ami jön az egész már. Észre, hey! Itt nem viszed sokra, ha ösztönöd a mecénás. Csak egyet nézz, hogy éppen mit érzel. Mert másképp nagy lehetőségek mellett mész el. Rázogsz a szíved reggel este, úgy dobog, hogy pak-pak-pak. És ápogsz, adj mit hacskát a tóból, téged is jól kifogtak. Megfejtik a szíved számtalan sok titkát. Hát hallgass rám, és mormolj el a csakját. Hát nem csodálatos az élet, nem gyönyörű szép az élet. Elveszítettük mindent, mindent, ami másoknak fontos lett volna. És érdekes? Nem érdekes. De nem áll, mert hogyha innentől kezdve életem végéig kapálnom kellene, akkor is tudnám, hogy 23 és fél évesen volt egy nagyszerű napom. Megfejtek a szíved számtalan sok titkát. Hát hallgass rám, és mormolj el a csakinát. Hallgass rám, és mormolj el a csakinát. Hallgass rám, és mormolj el a csakinát.
József! És Sövegyártó Áron! Így a koncert végéhez közeledve megkérdezném önöktől, hogy érzik magukat. Ugye nagyon jól, elárulom, én is minden percét élvezem ennek a koncertnek, és hát ez így fog folytatódni tovább is. Na de sajnos, lassacskán itt az ideje, hogy azt mondjuk, hogy time to say goodbye, viszontlátásra. Sarah Brightman és Andrea Bocelli dalát most Tóth Pál Szilvia és Sövegjártó Áron adják elő. Közreműködnek a 60-i szimfonikusok. Sono solo sognar l'orizzonte manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre nostra tutti il mio cuore che hai acceso chiudi. Nem tudom, hogy mit is mondjak néked. Elmegyek, mert így hozta az élet már. Más lettem, vagy más lett a világ. Nem tudom, hogy mitől van ez, mondd, mi vár, ki vár még rá. Thank you.
üveggyártó Áron! Toppá Szilvia, köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük nektek!1492 útnak indul Spanyolországból egy tengerész, sőt inkább egy felfedező hajós kapitány, három hajójával és legénységével, hogy bebizonyítsa a világnak, létezik egy új, a jártnál rövidebb tengeri útvonal, a kincseket rejtő napkelet India felé. A kalandos útnyomán azonban nem jutott el céljához, hanem egy addig ismeretlen vidékre vetődött, ahol paradicsomi állapotok fogadták. A viharos életű tengerészt Kolumbusz Kristófnak hívták, és a paradicsom pedig nem volt más, mint Amerika. Az új kontinens felfedezéséről szóló filmet Vangelis zenéje igazán emlékezetessé tette. A máig élő 74 éves görög zenész az elektronikus zene kiemelkedő alakja. 1492 a paradicsom meghódítása filmzene a 60-i szimfonikusoktól most következik. Jó szórakozást kívánunk! Thank you.
Egy nagyon lendületes darab következik most, és azt gondolom, hogy bizonyára sokan felkapják majd a fejüket, ha meghallják az első taktusokat. De lássuk, hogy hogyan született ez a mű. Klaus Badelt ma is élő fiatal német zeneszerző, leginkább filmzeneiről vált híressé. 1998-ban Hans Zimmer Oscar-díjas zeneszerző felkérte Badelt egy munkára, amely virágra szóló ismertséget jelentett számára. A Karib-tenger kalózai a Fekete gyöngy átka című film zenéjének megírása volt ez a munka. A film az 1400-as években játszódik a Karib-tengeren, és bekerült a legismertebb filmek közé. Zenéje is világszerte elterjedt, mondhatni külön életet kezdett. Klaus Badelt, a Karib-tenger kalózai következik. Thank you.
Hú, hát ez tényleg jó volt. Én még táncoltam is egy kicsit. Szerencsék, hogy nem látták. Na, szóval most, kedves közönségünk, tényleg elérkeztünk az újévi koncert utolsó számához, és úgy, ahogy az elején mondtuk, igazi világslágerek, filmzenék, musical részletek hangzottak el a mai este folyamán, de egy dolog azért nem hiányozhat egy újévi koncertből. Szerintem ez mégiscsak egy újévi koncert, és azt szokták mondani, hogy egy igazi újévi koncerten a Kék Duna keringő és a Radecki induló kell, hogy legyen. Nos hát, talán önök is úgy érzik, hogy ebből valaminek meg kell ma itt valósulnia. Nem mehetnek haza Radecki induló nélkül. Kérdezzük meg a koncertmestert, Olá Zoltánt, akinek egy nagy tapsot is kérek. Ő a mai este koncertmestere. Szóval hát akkor Radecki induló nélkül nem mehetünk haza. Hívjuk akkor Kis Zoltánt, karmesterünket, és szóljon a 2017. évi újévi koncert zárószáma, a Radecki induló, mely idősebb Johann Strauss műve. Jó szórakozást kívánunk az utolsó dalhoz a mai estén! Thank you.
hozott ma este ez a Radecki induló. Igazi újévi koncert hangulatot teremtett ezzel a zenekar és karmestere, na meg jól meg is mozgatott mindenki. Így van, de Zoli mindig kitalál valamit, azért elhangzott az a párbeszéd köztünk, a hol van kis Zoli, és akkor megláttuk itt terül, aztán már csak arra lettünk figyelmesek, hogy polgármester úr vezényli a 60-i szimfonikusokat, aztán lehet, hogy kis Zoli meg majd újévi beszédet mond, de mindegy. Szóval fantasztikus vége volt ez a mai koncertnek, én azt gondolom. Ezzel véget ért a 2017. újévi koncert, mely 60 város önkormányzata és a 60-i szimfonikus zenekar szervezésében jött létre. Szeretném megköszönni a figyelmüket, reméljük, hogy kellemesen szórakoztak, és nézzek Kizolira, még lezárhatom? Nem? Nem még. Akkor még most megvárjuk Zolit. Valami alakul. És fogadjuk szeretettel az énekeseket, akik mai napon felléptek. Tóthmár Szilvia! Andrus Beril! Csövegártó Áron! Kurkó József! Így van, itt van Kurkó József is mellettünk. Természetesen folytatódik a sor. Piros Hanna. És Piros Hanna. Bader Roland. Így van, Bader Roland is itt van. Hát a világ nem kell neki, de kell. Jó. Közönségünk. Kis Zoltán vezényletével! És természetesen a 60-i szimfonikus zenekar, Olán Zoltán koncertmester. Nagyon köszönjük a mai estét mindenkinek, remélem jól szórakoztak. Most már Márti következik, mert én már nem tudok beszélni. Köszönjük szépen a művészeknek ezt a csodálatos estét. Viszontlátásra és további szép estét és kívánunk. És ne felejtjék, jövőre ismétlünk, úgyhogy mindenkit várunk január első hetében. Reméljük kellemesen szórakoztak. Kis Zoltán, 60-i szimfonikusok és a vendégművészek. Viszontlátásra! Viszontlátásra!